A helyhatósági választásokon sikeresen szerepelt képviselők megtartották a hivatalos testületi alakuló ülést. Az eredmények alapján elmondható, hogy 5361 szavazatra jogosultból 2800 fő vett részt, ami 52,23%-os részvételi arányt jelentett. A megválasztott képviselők a törvény értelmében tették le hivatali esküjüket. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz, és annak alaptörvényéhez hű leszek. 8 képviselőt választott bát a szék. Az előzetes egyeztetés alapján 3 bizottság segíti majd a munkát, melyek a gazdaság, a humánterület és a szociális szféra ügyeit igazgatják bát a széken. A hivatalos program következő részében sor került a polgármesteri eskütételre. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz, és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. A testület 2 alpolgármestert választott, Somosi Szabolcsot, aki az előző testületben is betöltötte ezt a tisztséget, és Kemény Lajost, aki korábban már volt alpolgármestere a városnak. Somosi Szabolcs a gazdasági terület, míg Kemény Lajos a humánszféra felügyeletét látja majd el. Az előző 5 évben elnyert pályázati lehetőségek által biztosított területeknek a betelepítése, értem alatt az ipari parkunk benépesítését, valamint az ipari parkra elnyert agrárlogisztikai központnak az üzemeltetését, az üzemeltetés gyakorlati tartalommal való megtöltése mindenféleképp feladatunkként fog szerepelni. Ugyanúgy kötöttünk előszerződést pályázati feltétel alapjául gyümölcsfeldolgozóra, amely szintén az ipari park területén kerülne megvalósításra, és reményeink szerint az általunk előző 5 évben megvásárolt több mint 6 hektáros területnek is következő 5 évben fogunk gazdát találni. Nyilván a helyi vállalkozásoknak is fel kell ajánlani azt a lehetőséget, hogy úgy tudják igazán saját vállalkozásukat fejleszteni, növelni, illetve úgy tudnak esetleg nagyobb léptékű elképzeléseknek megfelelni, hogyha akár az általunk biztosított ipari parknak a területén objektumokat hoznak létre, illetve hát a kinek-kinek szegmensében ott a piaci részesedését ezáltal növelni tudják. Én egy köszönettel tartozom a képviselőtársaknak, meg az önkormányzatnak, hogy engem alpolgármesterül választottak. Én már a rendszerváltó első önkormányzatnak tagjaként voltam egyszer alpolgármester, és nem véletlen került, hogy rámosztásra került a kulturális terület, illetve a nemzetközi kapcsolatok, hiszen a nemzetközi kapcsolatoknak a kvázi 29 évvel ezelőtti kialakításának én részese voltam annak idején, hiszen akkor hasonló beosztásban vagy megbízásban láttam el ezt a feladatot. Én azt gondolom, hogy természetesen a gazdaság dönt el mindent, hogy egy gazdaság hogyan működik. Ha a gazdaság jól működik, akkor biztos, hogy a kultúrára is jut elegendő pénz, és tulajdonképpen az embereknek lehetősége van arra, hogy kikapcsolódjanak, hogy jól ünnepeljenek. Én ebbe bízom, hogy ezért legalább olyan szinten ez meg tud maradni, mint amilyen szinten az előző 5 évben működni tudott. Ez nem azt jelenti, hogy Bátaszéken nincsenek olyan többlet feladatok, amelyeket meg kéne valósítani. És sajnos itt is azt kell mondanom, hogy ezek a többlet feladatok, ezek valamelyest a gazdasághoz kapcsolódnak, hiszen jó tudja mindenki, hogy a talán 120 vagy 130 esztendős művelődési ház, ami ipartestületi székház volt annak idején, az már messze nem alkalmas arra, hogy ott Bátaszék kulturális élete az zökkenőmentesen folyik. Ennek kapcsán biztos, hogy nagyon össze kell fogni annak érdekében, hogy eljussunk oda, hogy a város nagyságrendjének, a kulturális élet sokszínűségének, sőt, hát a sport és kulturális élet sokszínűségének megfelelő szinterek jöhessenek létre, ami hát egy óriási pénz és óriási beruházást igényel. Ehhez természetesen
a saját erő bizonyára nem lesz elég, tehát abban kell reménykedni, hogy itt olyan pályázati lehetőségek lesznek, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ebbe az irányba el tudjunk mozdulni. Bozsonyik Róbert polgármester programbeszédében az összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet. Minden szervezeti akadályt elhárítottunk az elől, hogy meg tudjuk kezdeni az érdemi munkát. Ahogy beszédemben is fogalmaztam, én az együttműködést tartom a legfontosabb kérdésnek az elkövetkezendő 5 esztendőben, hiszen olyan lehetőségek lehetnek a városunk életében, amelyhez tényleg össze kell kapaszkodnunk, mert anélkül nem fogjuk tudni ide kormányozni adott esetben azokat a pályázati lehetőséget, forrásokat, amelyek városunk akár idősgondozási ügyében, akár közművelési kérdéseiben fontos lenne, hogy meg tudjon valósulni. Ígéretesnek tartom azokat az egyeztetéseket, amelyeket alakuló ülésig lefolytattunk képviselőtársainknak, hiszen mindenki arról tett tanúbizonyságot, hogy együtt akar működni, együtt kíván működni, és minden erejével azon lesz, hogy ez a település az elkövetkezendő 5 esztendőben is töretlenül tudjon fejlődni.